Érted, ne nyisd még ki, csak menjél. Te most komolyan a labrátodat tetted portáltozni, meg játszani, ez most komoly? Nyilván oda tettem, hát figyelj, megkérdeztem, hogy cseted akartál igazából. Várj, mert most nem tudok koncentrálni. Júj, gyerekek. Most ide fogok jön. Amúgy fix, hogy már mindenki itt lent van. Hát nem, még ott vannak vele egy szembe, ez le úgy botok. Itt vannak. Meg fogok hallni. Sima szólóba azért illene nyerni egyet. Ez hogy szeretik, oda néz. Hogy szereti a húgát? Vé Steve, ha köszönjél már Steve! Sziasztok! Úristen, beszakadt a dobhártyám közben. Itt van velünk Steve. Nem, hát ilyen pólóban vagyok, ne hülyéskedj már! Hát megyek edzeni, hát fiam! Hát kit érdekel a póló? Na most komolyan elvetted a kamerát és engem videózgatsz. Lövöldöznek itt. Mit csinál? Össze-vissza. Mit csinál? Szíves! Róan, fogd meg a kamerát! Hagyjál még! Nem tudom felvenni ezt a... Ez mi? Ez a szürke? Ez most komoly? Ez. Ez nagyon rossz. Hát oda néz a kicsi mini lagokát, oda néz, hogy Kenny vágja. Kenny vágja egyáltalán. Na hát ez az. Öld már meg! Menjél már! Öld meg, menj be a házba! Szép! Oda néz, hogy szeret játszani egy kicsi mini lagokkal. És hogy örül, hogy végre most ne a tanulás szép, foglalkozik? Szép! Szép! Tedd oda a szád elé a mikrofon, mert nem hallanak ne, rám. Hallják! Igen? Engem is hallanak. Hallom, csak most már idegbe vagyok. Várj! De menj, itt az ember, ott előtted lőjed meg! Menj be! Menj után, ott van, bar! Bum! Még egyet! Ah, tedd be a kék halat, edd meg! F-fel! Jó, ne! Edd nem meg. Esik kézre az F! Meg! Ne szoktasd már a játékra! Jóó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 ó
be. 3 kill. Hallod, hát ennyi killed nem volt basszus, ez egy órán keresztül. Hallod, én rankedeztem, nem is szépen. Jaj, hagyjad már. Megtennem, esélye nem lenne, esélye nem lenne. Na jó van. Na jó van, chat. Na jó van, chat. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt ezen a szépséges mai napon. Én mindenkit üdvözlök, mindenkinek jó éjszakát, sulit bírjátok ki, nem soká itt a hétvége, mások a tavaszi szünetikkel kibírni. Mindenkit csókoltatok, vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, csókolás, csókolás. Na, most végeztem a tanulással, és arra gondoltam, hogy ugye tegnap fenn voltam Normi live-jába, és igazából megtetszett. Nem azt mondom, hogy minden nap ezt csinálnám, de amúgy jó volt, esküszöm, tök jó volt, hogy ott a közönség előtt játszottam, beszélgettünk, meg ilyenek, és arra gondoltam, mi lenne, hogyha én is csinálnék egy ilyen Twitch fiókot, viszont nekem a gépem az nem igazán felszerelt. És mivel Norminak ugye új gamer setupja van, ezért még maradtak dolgok Norminál, és arra gondoltam, hogy hát, ha nekem adja, szóval most átmegyek és megkérdezem tőle, hogy odaadja. Menjünk Normihoz, ahogy látom már itthon van. Normi? Most komoly. Igen, nem? Ez most, na mindegy, nem ez a lényeg. Lenne na, egy mizet? Kérdésem. Milyen kérdésed? Az, hogy ugye tegnap fenn voltam live-ban nálad, meg ilyenek. Igen. És így megtetszett nekem. Jó, de és sikerült, igen. Mi lenne, hogyha nekem adnál egy ilyen pár dolgot, amit már nem használsz, nincsen mikrofonom se. Azt is nekem adhatnád. Figyelj, nagyon szívesen neked adom, meg támogatlak is ebbe az ötletbe, ha már így járunk. Tudok adni neked egy olyan fülest, amin tudod, van ilyen kis beszélőke. Tudok neked adni egy nagyon komoly billentyűzetet. Egy egeret, meg két jó hangfalat, hogyha az megfelel, ennyibe tudlak támogatni igazából. Ez tökéletes is lesz, igazából kb. Ennyi kell, meg annyi, hogy segíts beszerelni. Ja, persze, hát alap, hogyha már odaadom, akkor nyilván segítek. Jó van, Leo, hát akkor figyelj, itt vannak igazából a szobában, átviszem akkor nem sokára, jó? Jó, jó, köszi. Na kész. Na kész vagyok, Leo, mindennel. Beraktam a hangszórókat, tudsz rajta zenét felvekni. Itt a jó kis egered, hát az is van egy jó kis egered, de itt van egy jó kis billentyűzeted igazából. Azt mondja, egészséggel, ennyibe tudtam sítani, ugye lényeg.
letöltöd a Streamlabs-et, OBS stúdiót, igazából mindig csinálsz egy Twitch accountot magadnak és elkezded streamelni. Jó. Jó van, szívesen log. Na köszi, Normi. Egy kicsit lagulj, nem mentem játszani, akkor szóljál, hogyha valami kell még segíteni, jó? Jó van, majd csinál anyával a kaját és visszajt minket, ha kell. Kösz. Na, pusz. Nagyon jó lesz, már alig várom, hogy az első live-omat megcsinálom. Most megpróbálom letölteni a Twitch-et, meg az ilyeneket megcsinálni, de szerintem abban is kell majd Norminak segítenie, de nem baj, megoldom. Menjek Normihoz, mert nem tudom, hogy mi legyen a nevem, mert amit akarok, az már foglalt, szóval ez így nem jó. Viszont nem tudom, Normannal mi van. Szar a parkon, meg minden! League of Legends! Jól van. Normi? Na, menj már ki! Ki vagyok kiégve? Miért vagy kiégve, Normi? Szeretnék egy kérdést feltenni neked. Menj ki! Elmondtam! Kérlek szépen, menj ki! Jó, te mondtad, hogy mindig segítsd. Menj már ki! Jó, kimegyek. Istenem! Meg! És még ő van kiakadva. Mi van ezzel? De komolyan mondom. Éj, micsoda világosság van itt, kérem szépen. Ja, a Normi gyerek? Ja, hát hol lenne máshol? Fönt az emeleten, amint ha megvan az új gépe, csak azzal szeret játszani. A Normi telek! Lau! Jöhetek? Aj, oda néz, hogy szereti a tanulást! Aj, Radnóti Miklós! Nem tudhatom! Ja, hogy neked szombaton már vizsga lesz. Miért te elírtam? Mi? Jövét szombaton. Jövét szombaton? Azért nem vagy semmi. Felvétel. Te tényleg így tanulsz rá meg minden? Hát ez most nem arra tanulok, most csak súlyba. Komolyan? De jó fej vagy, kicsi mini lány. Nem vagy semmi. Hallod, kicsim, de mi az a rossz kedv, vagy mi van? Ja, nem vagyok rossz kedvű, csak be akartam jelentkezni a Twitch-be. Jó, már, ó, most nézem, kérem szépen, oda néz, micsoda. Megszerezted a Normitól, elboltoltatok a hangfalat, meg a villanykizetét, meg ilyesmit? Tényleg? Milyen jó fej, Normi gyerek, és csak úgy odaadta, vagy mi? Hát odaadta, elkértem, te is odaadta. Nem mondod komolyan. Meg is lepődtem. Tényleg, csak úgy lazán, és te tetted már össze, vagy ki, ő volt? Nem, segített, igazából ő csinált az egészet. Jaj, egyem is meg, milyen jó fej ez a Normi gyerek, látod, gép az jó hatása van rá. Hát. Mondtam én neked, hogy izé van. Teljesen madarat lehet majd fogadni vele. Nem jó hatással van rá, már nem azért nem mondom, csak felmentem. Mert ugye, mint mondtam, be akartam jelentkezni a Twitch-be. Ma? Ja, hát mert ma, tudom, mert fönt van szerintem a szobában. És be akartam jelentkezni. Nem tudtam, hogy mi legyen a felhasználó nevem. És úgy voltam vele, hogy akkor felmegyek, megkérdezem, mert amit én akartam, az foglalt volt. Ja, felmegyek, és? Megkérdezem, tudod, tök normálisan bementem, tehát semmit nem csináltam, csak bementem. Erre elkezdem mordban, hogy nem leugra, menj ki, hagyd békén, ilyenek. És akkor, érted, ott álltam, hogy most mi van, meg ilyenek, csapdossa az asztalt, üvöltözik, csúnyán beszél, minden. Tehát ezt most te nem mondod komolyan. De hát majd egyszer, nem tudom, nézd meg, vagy egyszer menj fel, vagy valamit csinál. Még nem hallottam így őrjöngeni, meg ilyenek. Pedig de ez mi, mióta van? Most nem is, nem is játszott, amit az új gépe van, csak azóta játszott. Mert régen itt a szobájában, tudom, hogy egyszer-kétszer itt ki volt Rage-re, eljátszott a PSG-ol itt. Csak annyi különbség, hogy nem verte szét a klaviatúráját meg az egerét, de egyébként ki volt borulva, állapotban volt a gyerek. De hát én azt hittem, hogy ezt már kinőtte. Tudom. Valamikor menj fel, és akkor... De ha én itthon vagyok és meg tudja, akkor szerintem nem fogja csinálni, akkor azt iszé van. Tehát fél az, hogy eltiltom. Hallod, de várjál, tudod, mit csináljunk? Na? Ugye, holnap hazajössz a suliból, menjél föl, rejts el egy GoPro-t és nézzük meg, hogy mit fog csinálni. Ha megint csinálj, akkor hiszek neked, de akkor viszont nagyon meg fogom büntetni valamit. Jó. Mert ez nem normális dolog. Én megmondtam neki, hogy ne kezdj itten törni, zúzni, mert az nem tesz jót a szívednek, az idegrendszerednek, stb. Én ezért nem örülök egyébként, hogy játszik, mert egyszerűen ezeket a fiatal gyerekeket felőröli a játék. De tényleg, tehát hogy idegbeteg módon így üti az asztal, csak erősebben. És üvöltözik, minden, ki van kelve önmagában, nem is értem, én nem akarok ilyen lenni. Nekem... Ezért mondtam, amikor emlékszel, hogy akartátok, hogy nekem ugye legyen gépem. Na, igen. Ugye az előny is. Ugye mondtam, hogy az elbutít. Nem feltétlen emiatt, hanem alapjáten az idegrendszered is, hogyha elkezdesz játszani Fortnite-tal. Hát előbb-utóbb úgy is az lesz, hogy... Egyre ki... nagyobb pró vagy és kivégyed. Na, akkor hagylak is tanulni kicsikén. Jó? Jó. Na, nagyon szerszik ézzel, akkor innen folytatjuk majd. Én is. Gyorsan jövök, nehogy Normi is közben hazaérjen, mert amúgy még nincs itthon, de én már végig itthon vagyok. Úgyhogy valahogy ide gondoltam berakni, hogy itt mik vannak itt. Jó, itt jó lesz, ide majd leül, és ennyi. Akkor ezt bekapcsolva hagyom, és ennyi. Na.
már, hát találj már a meccset, bazd meg. A kut... Anyádat! Brook, én azért, hogy egy HP maradt. Nyilván. Az meg! Verjem a szá... 5 éves fejedet. Jó, no, akkor lőd körbe az ember. Úgy van, jól teszed. Majd te fejes volt, Istenem! Miért nem volt az headshot? Nem lehet megölni senkit. Nyilván nem lehet megölni senkit. Semmi info nincsen. Semmi nincsen a fosba. A nagyfőnök kiderült. Alszik. Borzasztóan elfáradt, nagyon sok volt a settenkedés, kis cici barátjával állandóan vitatkoznak, hogy melyik élegen a játék, és jól meg vannak fáradva bizony. Itt van a kis cicás micás. Na de megnézzük, hogy mi van ezzel a kicsi mini mini dalokával. Na, szia Laucika! Ilyen. Bocs, hogy ilyen későn értem haza. Ja, még nem alszok szóval. Mennyi az idő? 21-17. És te ilyenkor még nem alszok, is cicikám? Nem, hát mi? Még ilyen 10-ig szoktam felmenni. Na, mi gyerek hol van? Fenn van még. Fönt van? Megint hát, fönt van? Nem tudom, mert is gondolom visszament, mert ugye csináltunk anyával kaját, akkor lejött tenni. Felvetted? Fel, itt van ebben, majd ott odaadom, majd és akkor nézd meg majd, jó? Na és látszik valami rajta? Megint ki volt rézselve a gyerek? Úgy ütött az asztalt, majd nézd meg. Már megint? Nézd meg majd, hát figyelj, ott van. Azon, és akkor, hogyha úgy is vágjátok a videót, vagy valami, nagyobba fogod látni, majd figyeld meg, hogy miket csinál. Látszik Normi is, meg az is hallatszódik, hogy püfölé az asztal. Mindegy, a látvány az, ez teljesen mindegy, mert itt úgyis az csak arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg, mert most őszintén, amióta mondtad ezt, azóta egy kicsit azért el vagyok így keskenyedve. Mert azért ez nem jó. Régen is ezért nem szerettem, hogy játszik, és most egy kicsit ilyen hibásnak érzem magam, hogy nagy hülyén, most megint beleszoktattam ebbe a gépezésbe, meg ilyesmi, címszóval, hogy majd Twitch-en majd live-olni akar, aztán nesze, most ez lett a következménye. Na minden esetre megnézem, de, hogyha, tudom, de úgy meg fogom mosni a fejét, vagy nem tudom, de valamit biztos ki fogok találni. Érted, mert ugye mozgás nincsen mostanában, az, hogy a haverjaival lemegy és fékézzel ott ütögetnek, meg mit tudom én, az nem box, érted, attól semmi nem történik. Tehát egy kiadós futás, mint ahogy a focin is csinálta, meg ilyesmi, ott levezette a feszültséget és örült, ott tátott szája nézte, érted, jaj, a gépet. Na de hát ez így nem túl jó, amit csinál. Na mindegy, kicsikém, alukán jól, nagyon-nagyon szerint kézlek, aztán holnap meg ugye suli van, úgyhogy sokáig ne telefonozzál, meg ilyesmi, jó? Jó. Na. Jó hét, kicsikén. Pisz-pusz. Na szóval, az van, srácok, hogy elébe megyek ennek a tegnapi eseménynek, nem tűröm tovább, hogy ennyire idegeskedik a gyerek, ahogy beszél az anyukájával, a húgával, és hát időnként velem is. Persze, elhiszem én azt, hogy kamaszkor, elhiszem azt, hogy most ez az időszak ilyen, de egész egyszerűen nem tudom elviselni, úgyhogy tenni fogok annak érdekében, hogy ez a többletenergia, ami benne lakozik, ezt valahol levezesse, mert ugyanis itt vagyunk, hogy tél van, nem mozog, nincs meg az a kalóriaveszteség, amihez ugye egész évben hozzá van szokva, bújja a számítógépet, játszik, idegeskedik, dühöng, veri az asztalt, egész egyszerűen nem mehet ez így tovább. Úgyhogy jó kis meglepetéssel készültem neki, fél kettőkor van a suliba a kicsengetése, úgyhogy most gyorsan elmegyek érte, dobok rá egy üzit, hogy a szokásos helyen a parkolóba, a lakótelepen várom őt, szépen beül a kocsimba, és kicseréljük a táskáját. Ezúttal leteszi a sulis táskát és fölveszi az edzős táskát, mert hogy egy jó kis meglepetéssel készültem, és Szellő Imi vár bennünket. No, we're not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah that sound good, tell them get in line. Hold it down, hold it down, came up from the underground. Jó kis privát edzésre, tartsatok velünk, nézzük meg, hogy mit fog ebből kihozni, és kíváncsi leszek, hogy a mostani edzés után továbbra is fenn fog-e állni ez a fajta dühöngés, idegeskedés, vagy ez egy megoldás lehet erre. Nincs mese, rendszeresíteni kell ezt nála, mert úgy látom, hogy az, hogy hébe-hóba eljárunk edzeni, és a feszültség nincs levezetve, az komoly gondokat kezd okozni. És itt várom a Normi gyereket, itt vagyok a suliánál, itt félreálltam, és már látom is, hogy ott érkezik ügyesen. No, mit elek? Szia, Vizantó vezér! Na, szia, apa! No, nem is csodálkozol, hogy eljöttem, érted? Hát, de, miért jöttél? Vagy most itt? Van egy meglepetésem, és gondoltam, hogy elmegyünk. Remélem, nincs semmi elfoglaltságod délutánra, mert nincs. Van itt egy kis helyzet, amit szeretném, hogyha megoldanánk, és elmennénk.
Új, hogy néz, oda néz. Mi? Mondjad már. Nem mondom, Itzegy majd nem? Inkább mutatom, jó? Mindjárt érkezünk, jó? Jó. Innen nem messze van. Kíváncsi leszek, jó van akkor? Egy jó kis meglepi. Ha menjünk, akkor hajrá. Kíváncsi leszek erre, hogy igazából nem tudok semmit, érted, eljön értem súlyba, alapból ez már meglepő, szóval én már készítem vonatkozni, ezért adott idáig, és érted, kiszújítás, én meg elmentem már másik irányba. De milyen béka szemeid vannak, te kialudtad rendesen magad, fiam? Hogy ne aludtam volna? Elég fáradtnak tűz. Ha neked is béka szemeid, mint ha nem a régi volnál, hol van a tűz? Na jó van. De szeretem ezt a szívet. Na megérkeztünk, nincs más dolgunk, fiam, hogy kap ki hátulról a táskákat, és mehetünk föl a terembe. Milyen terembe? Majd mindjárt meglátod, most jött meg az edző is, ott látom parkolni. Úgyhogy gyere, edző? Gyere, kapd össze a cuccaidat, a sulistáska de itt marad. De hol hoztál, ember? Ne foglalkozz. Gyere, beraktam Isten. Egy szett ruhát, mi? Pontosabban anyuka, úgyhogy olyan, amilyen, úgyhogy ne rám haragudjál, hogyha nem jó. De most ez mi mond már gyors, hogy mire számítsak? Kell az erőd, a kitartásod és a figyelmed, de nagyon erősen. Ez egy teljesen új történet. Annyit elmondok, hogy Szellő Imre barátom egy világbajnok, és majd mindjárt meglátod, hogy miben. Na gyere, nézzük meg! Na, dereng valami? Jövünk, akkor most már minden tiszta. Mennyi szépen, szedjed a lábad fölfele. Csak nem! De! Jó napot kívánok! Na gyere, Norman! Ez itt a mi edzőtermünk. Te hallod, te nem focizni jöttél véletlenül, fiam? Nem volt már. Figyelj, Ronaldónak a meze nem volt esetleg otthon, vagy ilyesmi? Figyelj, ha kiérdemled, lesz majd ilyen pólód, jó? Ha kiérdemled lesz. Bandázsod van-e? Gyere, adod. Az a helyzet, hogy elmentem a suliba érte, és hát ugye váratlanul érte, hogy most ma boxolni fog, vagy edzeni fog jönni, de muszáj vagyok valamit kezdeni vele, mert tele van feszültséggel, energiával, tudod, megy ez a játékgépezés, egyéb dolgok, tudod, veri az asztalt, stb. Úgyhogy arra gondoltam, hogy verhetni a boxzsákot is. Nagyon-nagyon jól gondoltad, ez egy nagyon-nagyon nagy tévhit a mai fiataloknál, hogy itt csak mindenkiből versenyzőt, én pontosan tudom, bejártam azt az életutat, már szerencsére van 27 év szakmai tapasztalatom, nem tudsz mindenkiből bajnokot nevelni, és nem is kell. Jöjjön le a gyerek, érezze magát jól, fáradjon el, vezesse le a feszkót, és egy új közösséggel ismerkedjen meg. Teljesen más lesz utána a hozzáállása az egésznek, az egészhez. Igen, úgy döntöttem, hogy egyszerűbb lenne a boxzsákot püfölni, mint az asztal szélét, ráadásul az asztal széle nem is üt vissza, úgyhogy nem ártana, hogyha egy kicsit tanulna is a gyerek. Igen, igen. Tudom, milyen adraim van most így bennem visszatérni? Hála, jó Isten! Jó, nyugi! Mint egy kicsit ideges lenni, hát fiam. Igen, azért, na most akármi van, ez tényleg egy rendes boxterem. Zsákokkal, ringgel, kesztyűkkel. Igen, egy komoly boxmúltal rendelkező világbajnokkal, ugyebár. Úgyhogy itt azért... Üdvözöllek a felnőttek játszóterén. Sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirting now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah, that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah, that sound good, tell them get in line. Hold it down, hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good. Yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good. Tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah, that sound good. Tell them get in line. Hold it down, hold it down. Came up from the underground. Ayy, tried to play me back then, but you learning now. Do not play with fire, you be burning out. It's like butter, baby, butter when I churn it out. They gon' talk behind your back until you turn around. 360, I'm on preheat, I be baking all the good. Chef Curry hit my shimmy, throw it up at half court. Tryna be me, bet you can't, you would do it if you could. ISO to the indies, now you got it understood. Yeah, sitting like a boss, bring the workers out. Na milyen volt, fiatalán meg? Jó volt. Jó esett? Igen. Na, köszönöm. Hát bármikor kedved van ökölvívó edzésre jönni, vagy hobbyboxra, szólj, értesíts.
És várom szeretettel. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Na mi a helyzet, fiam? Elfáradtam egy csöppet. Egy csöppet? Nem vagyok hozzá. De hogy érzed, lesz asztal püfölés ma? Nem. Ez lesz? Jó van. Na, hát ezt kerestük akkor. Figyelj, és miben maradsz az Imrével? Jövő héttől? Rendszeresen? Így van. Na ez a beszéd. Jó van, fiam. Ügyes voltál egyébként. Na, sziasztok, kedves Laura és Norman nézők! Az a megtiszteltetés ért, hogy én köszönjek el tőletek. Igaz, hogy a pacek nem a legmegfelelőbb ugye erre a feladatra. Az, az igazság, hogy edzésről hazafele jövök, volt egy kis apa-fia beszélgetés egy igazán komoly lelki fröccs Normannak. Megbeszéltük ezt az asztalverést, ezeket a idegességeket, és hát az a helyzet, hogy arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezt a boxot tovább fogja csinálni, és visszatérünk majd egy fél év múlva, megnézzük, hogy mennyit fejlődött. Megígérte nekem, hogy most kitartó lesz, és heti minimum kétszer le fog járni edzeni. Ha ti is nem sportoltok, vagy nincs meg az a megfelelő mozgásotok heti szinten, ti is találjátok ki valamit, akár szabadidős tevékenységet, menjetek el futni, stb., mert nagyon-nagyon fontos az, hogy levezessétek valahol a feszültséget, mert ez nem jó, hogy a feszültség gyűlik bennetek, és előbb-utóbb ez betegségé tud átalakulni. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, mert még mindig elég kevés a feliratkozó, és közel vagyunk a 400 000 feliratkozóhoz, nem kell már sok pár hónap, meg lehet, úgyhogy legyetek szívesek, tartsatok velünk. KDS-nek üzenem innen is, hogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, csak így tovább, és kiderült, hogy ő is a Bak jegyében született. Tudjátok, a bakok a legjobbak. Legyen csodás hétvégétek. Sziasztok! About a million, I keep it a trend, resilient, they energy off. My image is got reaching deep in the pot, I got features of people like love. Yeah, R.I.P. on me, T.T. The melanin on me, my cheekbone is native, the soil is my wild walk. Sunbeams on me, my nigga, go figure, my inner make enemies scoff. Admit it, your energy off. My frequency killer, you soft. I show people love, they act like they above it, but switch when they see me, I'm lost. I tell the truth when I talk.